Sziasztok srácok, ez a Gaming is Fun csatorna, én Berci vagyok, és ma a Rainbow Six Siege Operator iskola harmadik részét láthatjátok, aminek fő témája a laser sights, vagyis a lézerek, hogy ebben a játékban mennyire érik meg, vagy inkább csak arra jók, hogy elárulják a pozíciódat az ellenségnek és lelőjenek. Köszönöm, hogy megnézed ezt a videót, igazán nagyra értékelem. Először lássuk is, hogy mi valójában az a lézer. Ez egy nagyon erős és fényes piros csík, ami a fegyvered csövének aljától indul ki, és valójában ez egy pontban végződik a falon. Nagyon látványos, és az ellenségnek sokszor segítséget adsz vele, de van, amikor nem. Ezt fogjuk most megtárgyalni, hogy mikor hasznos, és mikor nem. Na most ez csak a hipfire-t segíti, tehát amikor nem vagy becélozva, és csak a vonalakat, vagy shotgunnál a kört látod, és valójában ez kevés eset. És itt van a negatívum, hogy egy fallal szembe sétálsz, ahogy tette azt Ádám itt a szemléltetésnél. Egyszerűen látni a falon a pöttyöt, nem volt meglepetés az, hogy jót fog jönni, és könnyűszerrel lelőttem. Itt láthatjátok azt, hogy mennyire erős ennek a fénye, és milyen feltűnő az, hogy ott egy piros csík. Ez főleg éjszakai pályákon nagyon nagy segítség tud lenni az ellenségnek. Viszont a negatívumok után, hogy mondjak valami pozitívumot is, shieldes operátoroknál kifejezetten ajánlom a pisztolyokhoz, mert anélkül, hogy ki kéne hajolnod a shield mögül és becélozni a pisztollyal, így is le tudtam lőni a frostot, mert a lézer segített célozni, ez bizony pozitívum a lézer szájtoknál. Következő pozitívum, ugyanezt valószínűleg lézer nélkül is ugyanígy meg lehetett volna csinálni, de shotgunokhoz is ajánlom, mert hogyha csak hipfire-özöl, amit én általában shotgunoknál csak hipfire-özök, akkor is segítség. Viszont, hogy azzal zárom ezt a kis videót, hogy mégsem ajánlom a legtöbb fegyverre, SMG-kre, Assault Rifle-re, egyebek, mert valójában csak elárulják a pozíciódat, és lelőnek, mert számítanak rá, hogy ott vagy. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Ez volt a Rainbow Six Siege Operator iskola harmadik része. Összességben azt mondom, hogy Assault Rifle-ökön ne használjátok a lézert, shotgunokon és shieldes pisztolyokon viszont igen, mert mégiscsak segít a célzásban. Továbbra is Gaming is Fun, én Berci voltam, sziasztok!